A Nagykunbajtársi Egyesület 1972. júliusában alakult meg azzal a céllal, hogy az akkor Karcagon szolgálatot teljesítő hivatásos katonákat, családtagjaikat összefogja, neki kulturális és sportprogramokat szervezzen. Miután a Karcagra települt alakulatokat felszámolták, a nyugállományú katonák civileket is befogadtak egyesületükbe, így ma 129 főt számlál a szervezet, amely követve hagyományait idén is megemlékezett a Honvédelem napjáról. Az egykori helyőrségi művelődési központ falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával. A Karcagi Nagykunbajtársi Egyesület 1972. július 29-én alakult, kizárólag egyenruhások alakították, illetve a családtagok is később tagjai lehettek, és az első legfontosabb feladat, ami vagy célkitűzés, inkább így mondom, nem változott, hogy összefogni az itt lévő családokat, kulturális programokat biztosítani számukra. Idők folyamán, ugye a megemlékezésben is elhangzott, hogy megszűnt a katonai alakulat, megszűnt a laktanya, a ténylegesen egyenruhások száma csökkent, ezért nyitottunk a társadalom felé, időzőjében a civilek felé, és ővelük feltöltődve, akik a célkitűzéseinkkel egyetértenek, jelenleg 129 fős egyesületünk van, ahol hagyományápolás és kulturális tevékenység a fő célkitűzésünk. 16. alkalommal történt ez a megemlékezés, és itt igazából a honvédelmi nap mellett emlékezünk az itt Karcagon szolgálatot teljesített katonákra. Tehát egy kicsit a még meglévő nyugalmányokkal együtt a egykori önmagunkra, az itt szolgált katonákra, és hát a itt diszlokált csapatokra is emlékeztünk. Az ünnepség után a megemlékezők ellátogattak az egykori laktanya területén kialakított emlékszobába, ahol a karcagi katonai múlt relikviáit állították ki. Én itt voltam katona Karcagon, úgyhogy nekem nosztalgikus emlékeim jönnek elő mindig, amikor a laktanya területére belépek, és hát azért jó emlékezni, hiszen itt vannak katona özvegyek is, akik együtt laktak netántán itt kiállított tisztekkel, emlékeznek a közös időre, a közösen eltöltött időkre. 1992 óta a Honvédelem napja. Emlékezve és emlékeztetve arra, hogy 1849-ben ezen a napon foglalták vissza Budát a magyar seregek az osztrák haderőtől.